Tudod, ez olyan dolog, hogy azok az emberek, mint te, akik ilyet írnak, azok féltékenyek, mert nem lehet olyan csodálatos életed, mint nekem. Gyere, írts ki a családomat, ha neked ez így jobb lesz, de mi fönt is boldog leszünk a jó Istennél, érted? Hiába írsz ilyet, nem fog rád haragudni, és remélem egyszer megváltozol, mert ha nem lennének ilyen emberek, mint te, mindenki nyugodtan mászkálhatna az utcán, boldog lehetne, érted? Legyünk a jövő reményei, ne ilyenek, mint te. Hogy gondolod ezt? Én sose szidnám a te családodat, és ilyet mondani rá. De ezt a papunk mondta, minden csak az önzésen alapul. Mert ha megdöglik a tehenem, dögöljön meg a szomszéd tehene is. Te nem vagy olyan ismert, mint én, ezért mondod ezt. De remélem egyszer megváltozol. Mert ilyen emberek, mint te, nem kellenek erre a világra. Ezért van ennyi bűnözés, meg haláleset, mert ilyen emberekkel van tele. De remélem egyszer azért meg tudsz változni, jó? Fogadj meg egy tanácsot, változz meg. Ennyi. Legyél már jó ember. De azért bírnak.